A karácsony előtti utolsó játéknap egyúttal a hatodik forduló mérkőzéseit hozta mindkét csoportban. A másodosztályban három csapat, a Petriese, a Búsz és az Aranyászok is egyaránt 9-9 ponttal kezdhette a fordulót, ám az már a mérkőzések előtt biztos volt, hogy ez a kör leszűkül, hiszen rendeztek egy Aranyászok Bulls rangadót. A találkozó végül magabiztos búz győzelmet hozott, s mivel a harmadik 9 pontos gárda a Petriese is csak egy X-re volt képes, így már a busz az egyedüli éllovas, az előnye kettő pont. Íme a tabella, veretlen már nincs, ez a forduló egy kisé széthúzta a mezőnyt, s már csak a sereghajtó geoterra nem tudott még győzni. Az első osztályban már korán sem volt olyan szoros a forduló előtt az élmezőny, hiszen a Szomitei 13, a Puerto Rico 10, még a harmadik helyezett Dream Team 8 ponttal kezdte a játéknapot. Utóbbinak maradt is a 8 pontja, mivel kettő egyre kikapott a listavezető Szomiteitől. Mivel a második helyen álló Puerto Rico is nyert, méghozzá 6-2-re a Ladány Trans Dóra Major ellen, így ez a két gárda meglépett a mezőnytől. Látható, hogy a még veretlen Somitei már 8, míg a Porto Rico 5 pontos előnyel áll a harmadik helyezett tavalyi bajnok Dream Team előtt. A bajnokság a két ünnep között december 28-án, szerdán délután 14 órai kezdettel folytatódik.